Jelentősen csökkent tavalyhoz képest az orvosok és más egészségügyi dolgozók elvándorlása, legalábbis a kormány állítása szerint, de nem így látja a Magyar Orvosi Kamara. Az ő felmérésük szerint egyre több szakorvos és pályakezdő keres külföldön munkát. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a nézőket! Érdekes a felvezetés, de egyetlen mondatot engedjen meg, hogy az internetes hírportálra kapcsolatban megjegyezzek, itt az Állatorvosok Kettős Kamarai Tagsága. Szeretném elmondani, hogy a Magyar Orvos Karnak és egyébként más egészségi köztestületeknek is évek óta visszatérő és orvosolatlan panasza, hogy kötelesek vagyunk a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarának regisztrált tagjai és évenként újra és újra regisztrációs díjat fizető kötelezettjei lenni, holott semmiféle ipart nem folytatunk, és a szakmák ez ellen hiába tiltakoznak, tehát én nagyon egyetértek. Kár, hogy nem tudtam, hogy erről lesz, akkor Paragurat itt tartottuk együtt, volna. Én nagyon örültem volna neki egyébként, bár ő erről kevésbé tehet, mint az, aki a törvényt alkotta, de mi levelekkel bombázzuk a döntéshozót 2 éve, és ez az orvosoknak egy nagyon nagy sérelme. No, nem akarom elvinni a reggeli mekkora témát. Mekkora költség egyébként ugye ez a kettős tagság az orvosok? Itt ugye ez érdekes dolog, mert azt mondják, hogy az MKIK-nak nem kell tagja lenni, csak regisztrációs díjat kell fizetni. Egyszer? Nem. Minden évben. Pedig csak egyszer regisztrálnak. Ez az egésznek a rákfenéje. Azt még, hogy egyszer beregisztrálnak, mint hogy vállalkozás, mert a vállalkozóknak kell ugye ezt megtenni, arra még azt mondom, hogy jó, hát nem örültünk neki, de egy a fene. De milyen alapon akarnak regisztrációs díj címén, és jelenleg ez behajtható közadóként, olyan szintig rendelkezik a törvény, minden évben 5000 forintot fizettetni. Ez lehet, hogy összegszerűen nevetséges, de maga az egész aktus sérelmes, és az orvoskar ezt nagyon rossz néven veszi, mint a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének több szakmai kamarája szintén, ennek is jelenleg alelnöke vagyok, tehát azért mondom, hogy itt a civil oldalán nagyon nagy sérelme van ennek a kettős tagságnak. Ennyit erről röviden. Nem csak az állatorvosok, hanem az orvosok általában ebben hátrányt szenvednek, de gondolom nem ezért mennek el az országból, nem csak ezért, viszont honnan lehet tudni, hogy mennyien mennek, vagy nem mennek? Mivel magyarázza azt, hogy ennyire másképp tudja látni a helyzetet a kormányzat és a kamara? Nagyon egyszerű a válasz. Előre bocsátva, hogy megint kezdünk egy számháborúba, ami így választási kampány idején nagyon jó, és ugye az egészségügy mindig egy forró téma, és innentől kezdve bármit mondok, akkor azt valamelyik oldalon politikailag fogják értékelni, holott nem politikai szereplő vagyok, hanem egy köztestület vezetője. Azt gondolom, hogy a baj ott van elsősorban, hogy az egészségügyet a különböző politikai oldalak évtizedes mulasztása folyamatosan háttérbe szorítva tartja. Ezért aztán ilyenkor lehet 1-2 százalék számon nagyokat vitatkozni, mint most, mert mi közé tettük a saját felméréseinket, amelyek az úgynevezett jó hírnév igazolások kiadásán alapulnak, amelyre szüksége van minden orvosnak, ha külföldön munkát keres, és ezt az első harmad év adatai alapján tettük meg úgy, hogy a 2011-es és 12-es azonos időszakkal hasonlítottuk össze az adatokat. Hozzáteszem, hogy enélkül a jó hírnév igazolás nélkül a most idézett állami hivatal sem tud kiadni végső certifikációt, tehát rajtunk keresztül zajlik az ő engedélyezési eljárásuk is. Ők most közé tettek egy fél éves adatot, ami valóban egy picit, nem jelentősen, egy picit eltér a miénktől, de hozzáteszem, hogy az egyik az 4 havi, a másik az 6 havi adat, és nyár van, és uborka szezon, nyilván az év eleje mindig más. Közben jött egy újabb béremelés ígéret, és alapvetően és elsősorban ott a probléma, hogy míg a fiatalok között valóban látszik egy számottevő, egy növekvő maradási szándék, különösen köszönhető az ösztöndíjprogramoknak, addig a szakorvos körből és a középkorú szakorvos körből nem csökkent az elvándorlási szándék. A struktúrát is nézni kell, mert a legfontosabb a minőség és a szakorvosok hiánya a minőség oldalán és a fiatalok képzése oldalán elviselhetetlen problémát okoz. A rezidens szövetség azt mondja, hogy ennek kapcsán, amire most ön is utalt, újabb hiányszakmák alakultak ki. Igen, ez igaz egyébként, és hát ha megnézzük azt, hogy akár tulajdonképpen a hiányszakma az egy hivatalos definíció, tehát azt nem mi mondjuk meg, hanem a minisztérium, illetve az államtitkárság jogosult arra, és azt közzé teszik a közlönyben. És a hiányszakmák száma már nem 1, 2 vagy 5, hanem 20. Vagy 20, 19, 20 valamennyi. Tehát ilyen körben van több 10. Akkor mi a top 5? Hát a pontos rangsort nem tudom megmondani, de ami a kivándorlás szempontjából érdekes, azt tudom konkrétan, hogy fogorvos,
altatórvos, tehát anesteziológus, intenzív szakorvos, házi orvos, tehát alapellátó orvos, ezek a legkeresettebbek Európa szerte. Tud mondani példákat az egészségügy mindennapjaiból, hogy hol okoz problémát az, hogy bizonyos szakterületekre nem találnak lasszóval sem orvos? Természetesen. Hát a járóbeteg szakellátásban különösen, hiszen ugye ez különösen élesen merült fel a tavaszi kényszernyugdíjazási procedúra kapcsán kialakult vita alkalmával, hogy az ország egyes részein kimutatható volt, például Észak-Kelet-Magyarországon szinte kizárólag nyugdíjkoron túl dolgozó és nyugdíj mellett dolgozó szakorvosok látták el a járóbeteg szakellátást. Nagyon jellemző példa. De ugyanígy nagyon jellemző példa az is, hogy mi korábban, 10-15 évvel ezelőtt Magyarországon egy-egy komolyabb kórházi osztály vezetésért rendes szakmai verseny alakult ki. Addig ma lasszóval nem lehet pályázót találni rá, és végül olyanokat neveznek ki, jobb híján úgymond, akiknek 10 évvel ezelőtt egy ilyen pályázatot meg sem mutathattak volna, mert még nem volt kellő szakmai tapasztalatuk. Tehát az egész rendszer borulni látszik, és azt kell mondjam, hogy aki itt számháborút játszik csak önmagában, az egy picit azt játsza, mint amit mond az egyszeri mondás, hogy növeli, ki elfedi a bajt. Azt még a kormányzat sem próbálja meg elfedni érdekes módon, hogy a szakdolgozók tekintetében az ő általuk látszó orvoselvándorlás csökkenéshez képest is ellentétes a tendencia, egyre több szakdolgozó megy el. Mivel magyarázza, hogy most éppen ez az elvándorlás indult be ilyen löketszerű módon? Nézze, ugye itt egy folyamatról beszélünk, a szakdolgozói kör, amelyeket én annyira belülről nem ismerek, de azért tudható, hogy más indítatásból és más külföldi kapcsolatrendszerrel létezik. Ugye elmentek már egy páran, kialakultak azok a kapcsolatok, amelyek már egyfajta közvetlen nexust okozhatnak a elment kolléga és az itthon lévő között. Az első néhány fecske adja le a drótot, megszervezi. Egyrészt. Másrészt ugye néhány héttel ezelőtt hallgattam Németországban a szövetségi egészségügyi miniszternek a nagyformátumú beszédét a kamara éves ülésén, aki elmondta, hogy Németország előtt is két nagy kihívás van, az orvoshiány és az aging, tehát magyarul a korosodás. Most a korosodás magyarul az, hogy minél tovább élünk és lehetőleg egészségben, de mivel minden idősebbek leszünk, ergo egyre többen vagyunk betegek is, és egyre betegebbek is tudunk lenni, következésképpen az ápoló személyzetre is egyre nagyobb a szükség. Egyre több ilyen otthont nyitnak Európában is. Azok a szakdolgozók, akik nem elmennek, egy műtősnő mondjuk nem feltétlenül is biztosan rögtön műtősnőként fog elhelyezkedni, hanem az úgynevezett gondozó otthonokba, idős otthonokba alkalmazzák őket nagyon jó munkakörülmények között és nagyon megbízható bérért. És a túlterhelés, és ezt szeretnék az orvosokra is mondani, ami itthon nagyon jellemzően a szakmától eltántorító másik nagyok a jövedelmi viszonyok mellett, az kint nem akkora. Itthon felmértük például idén, már tavaly és idén is a kollégák a szabadságuk 30%-át nem tudják kivenni csak azért, mert nincs, aki bájjon a helyettük dolgozni, és így is olyan mennyiségű túlmunkát végezni. A rezidens szövetség azt mondta a problémákról, hogy az látszik, hogy az irány jó, mert az eddigi eszközöknek egy része működik, ugye ilyen például az ösztöndíjprogram, ön is említette, ami valóban a fiatal orvosok egy részét itt tudja tartani, tehát a megoldás is valahol ott keresendő, hogy ezeket az eszközöket kell kiterjeszteni, a Markusovszki ösztöndíjprogramot, illetve a hiány szakmák közé, ugye ez is jár mindenféle kedvező bérezéssel, pótlékkal, több szakmát kéne bevenni. Ön is úgy látja, hogy ez a megoldás? Ezek a megoldások a tűzoltásra jók, de ahogy mondtam, növeli ki, elfedi a bajt, tehát magyarul ezek rendszerszerűen és hosszú távon nem tartható megoldások. Mert ugye egy ösztöndíj az nem nyugdíj alapképző, az nem adó alapképző, egy hiány szakma pótlék, hát hány hiány szakmát fogunk még kitalálni a végén? Ugye most már majdnem minden szakma hiány szakma, ugye a szakorvosi szakmáknak most már közel a fele. Tehát ezen változtatni kell, rendszerszerű bérezésben kell gondolkodni. Egy olyan fajta tudati paradigmaváltásra van szükség a döntéshozói szinten, aminek gazdasági következménye van. Magyarországon 2013-ra kimutathatóan 4% alá csökken a nemzeti össztermékből az egészségügyre, közfinanszírozott egészségügyre fordított összegek száma. Ez példátlanul alacsony, nem csak az Európai Unióban, de még a visegrádi négyek között is. Ha most csak a visegrádi négyek 6-6,5%-át megkaphatnánk hirtelen valami csoda folytán, olyan óriási összeg jelenne meg az egészségügyben, hogy egy csapásra lehetne a problémák jó részét orvosolni, ami egyébként elvezethetne a hálapénz megszüntetéséhez és nagyon sok minden más, régóta vágyott, ám örökké csak jegelt probléma megoldásához. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.